Sziasztok, 33. alkalommal köszöntök mindenkit itt a YouTube csatornámon, basszus gitározunk minden vasárnap, szükség van némi pihenésre is, ennek köszönhetően azon kívül, hogy hetente 2-3 alkalommal különböző csodálatos magyarországi és határon túli településekre is eljutunk, szükség van azért a pihenésre is, most érkeztünk haza csodálatos Hajdúszoboszlóról, illetve Debrecent is meglátogattam, nagyon-nagyon nagy kedvenc városom. Közben forgattunk ott egy videóklipet is, illetve volt rádióinterjú is. Erről majd később beszámolok nektek, hogyha kíváncsiak vagytok és követtek itt a YouTube csatornámon, akkor látható minden ezzel kapcsolatos info majd később. Miben maradtunk legutóbb? Elsősorban arról beszéltünk, hogy az összhangzatos melódikus moll, illetve a dur fokaira építhető négyes hangzatok közül milyen harmóniák bonthatók ki, és ezekre a harmóniákra milyen skálákat építhetünk. Ezen skálák közül rengeteget feldolgoztunk már, és elsősorban arra koncentráltunk, hogy a dur 7-esre, előző órai anyagban egy G-dur 7-esre mit tudunk építeni. Jött egy érdekes kérdés a csatornámon, és ennek köszönhetően a mai órai anyagot összeállítottam. Nézzük tehát, mi volt a kérdés. Ha nem probléma, keverni lehet a skálákat? Például C-durra mehet az A összhangzatos moll skála 6. foka is? Ez volt a Feri kérdése, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a kérdést. Alapvetően bárki bármit mond, ítélkezni a kérdések során nem ér. Már csak azért sem, mert azok az infok, amiket itt most 33. alkalommal megosztok veletek, nem minden áron érthetőek, és nem mindenkinek érthetőek. Az, amit Feri kérdezett, egy teljesen korrekt kérdés, de a válaszom az, hogy nem. Miért is? Ha C-durban vagyunk, párhuzamos mollunk a 6. fokon található, ez az úgynevezett természetes moll. Mint megbeszéltük, a természetes moll teljesen különböző az összhangzatostól és a melódikustól. Ennek köszönhetően a párhuzamosság elméletét használhatjuk C-dur és az ővele párhuzamos természetes moll esetében. Viszont egyáltalán nem azonos egy A természetes moll és egy A összhangzatos vagy melódikus moll. Teljesen különbözőek, hiszen hangkészletről beszélünk. Ha C-durban vagyunk, egyáltalán nem lehet módosított hangunk, semmiféle módosítást nem ejthetünk C-durban, ha csak nem a párhuzamosság elméletét használva egy FIS módosító jellel G-dur hangkészletét ráhúzzuk C-durra, hiszen a párhuzamosság az nem csak a dur 6. fokán található moll párhuzamot jelenti, hanem rokonságban vannak azok a hangnemek is, melyeknek csak egy előjegyzésbeli eltérésük van. Ez nem azt jelenti, hogy bármilyen hangot módosíthatsz, hanem a következő hangnem, azaz keresztes hangnem, ez esetben C-dur esetén a G-dur, azaz a FIS módosított hang is, semmi más nem keverhető ebbe bele, tehát az összhangzatos és a melódikus moll egyáltalán nem használható a C-durnak megfelelő A párhuzamos moll esetén. Nem használható. Nem feltétlenül erről beszélünk. Inkább arról beszélünk, hogy ha mondjuk van egy harmóniánk, tegyük fel egy moll 7-es harmóniánk, legyen ez mondjuk egy C moll 7. A C moll 7-esünk nem más, mint egy C, S, G és B harmónia. Ez a C moll 7-es harmónia megtalálható több dur, illetve minden molnak bizonyos fokain. Moll 7-esünk dur esetén a második, a harmadik és a 6. fokon található. Mind a 3 fokon moll 7-es érhető el. Tehát, ha van egy C moll 7-esünk, akkor az a C moll 7, mint harmónia, ha a második fok szerepét tölti be, akkor a B dur hangkészlet második fokára is épülhet például moll 7-es. Ha a harmadik fok szerepét tölti be, akkor lehet ez egy as dur hangkészlet, hiszen as, B és C, azaz a harmadik fok szerepét betöltő C moll 7-es is létrejöhet egy as dur hangkészletben. Tovább megyünk, hogyha párhuzamos moll hangsort keressük, ugye a 6. fokon is található egy moll 7-es. Ha a C a 6. fokunk, az esetben S durban vagyunk. S dur hangkészlet 6. fokán
S, F, G, S, B, C, D, S a hangkészletünk. Ez esetben, ha S dur hangkészletet vizsgáljuk, S, F, G, S, B, C, ugye a hatodik fokunk, és ide is egy moll hetes építhető. Tehát egy C moll hetes harmónián szólal meg, arra építhetek én egy B durnak megfelelő C dur, azaz második fokú skálát. Hallgassuk meg, hogy szól ez egy C moll hetesre. B duros gondolkodás móddal, ha B durban vagyunk, a második fokunkra egy C moll hetes harmónia építhető. Ha B durban vagyunk, a C az a második fok szerepét tölti be. Ez esetben egy C, C dur skála játszható. Az esetben, ha as dur hangkészletről beszélünk, a harmadik fok szerepét tölti be a C moll hetesünk, így az as durnak megfelelő C frig hangsor játszható erre a C moll hetes harmóniára. Ha tovább megyünk, és S-dur hangkészletét vesszük figyelembe, a hatodik fokán található moll hetes egy természetes moll hangsor, tehát játszható erre a C-moll hétre egy C természetes moll is. Tehát dor, frig, vagy természetes moll. Ezek tehát azok a gondolati síkok, amikor valamilyen dur fokaira szeretnénk építgetni, azaz van egy moll hetes harmóniánk, és megnézzük, hogy a dur fokain, második, harmadik és a hatodik fokon található moll hetesek közül milyen skálákat építhetünk erre az álló C-moll hetes harmóniára. Milyen mollokat és moll móduszokat tudunk még egy moll hetesre játszani? Következzen ez most. Összhangzatos moll esetén is használhatunk moll hetest, hiszen megbeszéltük, hogy az összhangzatos moll negyedik fokára is épülhet moll hetes harmónia. Ha C a negyedik fokunk, az esetben egy G összhangzatos moll hangsor játszható el. Milyen hangokból áll? G, A, B, C, D, S, és érkezünk meg egy fiszre és egy G-re. Tehát a hangkészletünkben találunk B-t, ezt, fiszt, és ezek a módosított hangok adják majd nekünk a hangkészletet, amivel C moll hetesre is játszhatunk. B, S és fisz az, amit játszhatunk erre az álló harmóniára. Nézzük meg, hogy a C moll hetesre, tehát az összhangzatos moll negyedik fokára építhető hangsor hogyan szól. G összhangzatos moll negyedik módusza, mely C-ről indul, tartalmaz egy B-t, egy S-t és egy fiszt. Tehát C, D, S, fisz, G, A, B és C. Ez a skála is egy C-moll hetes harmóniára játszható, a hangkészletünk tehát nem más, mint a G összhangzatos moll negyedik fokú módusza, C hangról indítva. C, D, S, fisz, G, A, B és C. Moll hetes a melódikus moll második fokára is építhető,
Tehát, ha C-moll 7-es harmóniánk szólal meg, akkor meg kell keresnünk, hogy melyik az a melodikus moll, melynek a második fokát fejezi ki a C-moll 7-es. C-moll 7 esetén egy B melodikus moll hangkészlettel játszhatunk. A B melodikus moll hangkészlete nem más, mint a B, C, des, S, F, G, A és B. Azaz B, C, des, S, F, G, A, B. Az a des, az S és a B az a módosítás, melyre szükségünk van, hogyha a melodikus mólokat veszük figyelembe a C-moll 7-es harmónia körülírásában. Tehát szükségünk lesz egy B-re, egy des-re és egy S-re, és ha C hangról indítjuk el a melodikus móduszát, második móduszát, akkor a hangkészletünk nem más, mint egy C, egy des, S, F, G, A, B és C. C, des, S, F, G, A, B és C. Összességében tehát rengeteg skálát építhetünk egy nagyon egyszerű C-moll 7-es álló harmóniára. Azt kell megfigyelnünk, hogy milyen hangnemben szeretnénk dolgozni, milyen hangkészlettel dolgozunk, és csak ennek megállapítása után tudjuk majd használni szakszerűen ezeket a skálákat. Egyelőre rengeteg olyan skálánk van, amit már megtanultunk, és tudunk a hangszerrel játszani. Egy álló C-moll 7-es harmóniára az előbb 5 skálát vettünk végig. Ha egy dur fokait vesszük figyelembe, akkor a második, harmadik és a hatodik fokra építhető dor, frig és természetes moll hangsort játszhatjuk el egy C kezdő hangról, amire moll 7-es harmónia épül. De eljátszhatunk egy összhangzatos moll negyedik fokú móduszt is a C hangról, továbbá egy melodikus moll második fokú móduszt is erről a C hangról, a megfelelő módosításokat figyelembe véve. Ilyen és ehhez hasonló elméleti gondolatokkal próbálkozzatok majd, és addig, amíg ez nem tisztázódott a fejetekben, nyugodtan kérdezzetek ugyanúgy, ahogy Feri is. Bízom benne, hogy Ferinek választottam a kérdésére, és nagyon-nagyon köszönöm, hogy bátran mert kérdezni, függetlenül attól, hogy a kérdés jó-e vagy rossz. Nincs rossz kérdés. Mindig azért kérdeztek, mert szükségetek van információra, és sokszor lehet, hogy én nem magyarázok jól. Ennek köszönhetően lehetnek olyan kérdések, melyek banálisnak tűnnek, mégis jogosak. Nagyon-nagyon köszönöm Feri a kérdésedet, bíztatok mindenkit, hogy kérdezzen, és személyre szabottan igyekszem ezen túl válaszolni mindenkinek, ha olyan kérdés merül fel, amely másokat is érdekelhet. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, kívánok nektek nagyon-nagyon jó gyakorlást, és nem feltétlen csak improvizációs irányba visszük majd ezentúl ezt az elméleti és gyakorlati anyagot, hanem technikai, egyszerű groove és mindenféle basszusgitár-centrikus dolgokat fogunk ezentúl venni, de azt gondolom, hogy ezeket fontos volt tisztáznunk ebben az anyagrészben. Kívánok nektek még sok napsütést már, ami marad, így erre a kis őszi időszakra. Nagyon-nagyon jó gyakorlást nektek, és jó étvágyat az ebédhez!